Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk a Déri Nép Kulturális Központban, hamarosan kezdődik az idősek napi hangverseny. Beszélgető társam Plósz Csilla, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény igazgatónője. Nagyon sok műsorszámmal készültek, hiszen láttam a forgatókönyvet már. Hogyan állították össze a mai programot? Én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió valamennyi nézőjét. A mai délutánra, ugye az Idősek Világnapjára készültünk, de mint tudjuk, október 1-e nem csak az Idősek Világnapja, hanem egyben zenei világnap is, hiszen 1975 óta az UNESCO Yehudi Menuhin, egy nagyon világhíres hegedűművész kezdeményezésére ezt a napot jelölte ki a zene világnapjává. A Déri Nép Kulturális Központ és az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ebből az apropóból úgy gondolta, hogy egy közös rendezvénnyel emlékezünk meg erről a két ünnepről. A mai délutánon a Erkel Ferenc Művészeti Iskola növendékei, illetve tanárai adnak zenemélyi műsort az idősek tiszteletére is, illetve a zene világnapja tiszteletére is. Gondolom, hogy azért lesznek olyan népszerű dallamok, amit majd esetleg idősek is dúdolhatnak az előadókkal. Igen, a műsorban felcsendülnek klasszikusok is, illetve olyan népszerű, ahogy említette, dallamok, slágerek, amit szívesen hallgatta az idősebb korosztály is. A fellépők között egészen az apróságoktól kezdve a középiskolás korosztályig minden növendékünk helyet kapott a műsorban. Akkor biztos, akinek itt a nagymamája itt van, az még nagyobb szeretettel fog énekelni, vagy éppen valamilyen hangszeren játszani. Én azt kívánom, hogy még nagyon sok ilyen hasonló rendezvényen találkozhassunk. Igen, én is ezt kívánom, és ez egy nagyon szép dolog, hogy ha szerencsénk van a mai délutánon, összegyűlik a család több generációja, és azt is mondhatjuk, hogy a zene az egy összetartó erő, hiszen ilyen koncertek, megemlékezések alkalmával összehozza a generációt, illetve a gyermekek, tanulók és a tanárok között is egy összetartó erő, hiszen egy ilyen produkcióra felkészülni sok-sok munkát igényel, együttes gondolkodást és felkészülést, és egyfajta közösségkovácsoló erő is. Ez önöknek is egy kis profitálás ebből a mai napból. Azt hiszem, hogy mindenkinek kívánhatunk jó szórakozást, és köszönjük szépen! Így van, és legyen a zene mindenkié, ahogy Gotá is mondta. Köszönöm szépen! Amint az előbb már Plósz Csilla igazgatónőtől hallottuk, ez egy közös rendezvény, a Déri Nép Kulturális Központ és a Művészeti Iskola közös rendezvénye. Úgy tudom, hogy első alkalommal van egy ilyen, amikor az időseket is vendégül látják, és a zene világnapjáról is megemlékeznek. Ez egy új kezdeményezés. Arra gondoltunk, mivel a zene világnapja és az idősek világnapja egybeesik, ajándékozzunk zenét az időseknek. A zeneiskolások nagy lelkesedéssel készülnek ilyenkor a zene ünneplésére, mi pedig úgy gondoltuk, hogy egy kulturális programmal kedveskedünk a város időseinek, szépkorúaknak, és minden kedves érdeklődőnek természetesen. Hát gondolom, hogy nem csak ön, Kovács Nekerekes Katalin, mint igazgató, hanem a munkatársa is nagyon készültek, hiszen látjuk, hogy jönnek, szeretettel fogadják őket, tehát ismerősként jönnek már önökhöz a szépkorúak is. Igen, működik nálunk az Életet az Éveknek nyugdíjas klub, illetve a Nóta klub, valamint a nyugdíjas pedagógus klub. Három idősebb embereket közösségbe fogó csoportunk van, és minden évben megünnepeljük az időseket. Nyugdíjasok bálját szoktunk szervezni, erre is sor kerül majd az idén. Ez egy úgynevezett batyús bál, fenn a bálteremben, a második emeleti báltermünkben jönnek az idősek. Batyús bál, ahogy mondtam, tehát finom süteményeket hoznak, a legkedvesebb receptekből kínálják egymást. Az asztalok között ilyen komatálas kínálgatás zajlik, egy nagyon kedves gesztus ez is. És ők maguk készülnek műsorral, most is angol keringővel készülnek, illetve versekkel, különböző programokkal. Erre az alkalomra meghívjuk az idősek otthonában lévőket, az idősek klubjában, illetve a társ szervezeteket, az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület képviselőit, a Vasutas Nyugdíjas Klub képviselőit.
és nagy örömmel jönnek ezekre az alkalmakra. Kicsit már nehéz megmászni a két emeletet és följutni a bálterembe, de ilyenkor mindig lelkesíteni szoktam őket, hogy amikor 16 évesek voltak és bálba jöttek, biztos, hogy könnyebben ment, és ezeket az emlékeket porolják le, és jöjjenek hozzánk, nagy szeretettel fogadjuk őket. Ilyenkor jót mosolygunk, és egy jó hangulatú délután veszi kezdetét. Örülünk neki, hogy ilyenkor a város nyugdíjasainak egy felhőtlen kikapcsolódás, közös énekléssel, dallal, tánccal egybekötött délután tudunk szervezni. A mai délutánon meg a profik, azaz a zeneiskolásra fognak nekik szórakoztató műsort adni. Önnek is ehhez jó szórakozást kívánunk. Köszönöm szépen, és örülök, hogy ez a közös programunk megvalósult. Kedves székkorúak, kedves vendégeink! A Karcagvárosi Önkormányzat nevében sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket az Idősek Világnapja és a Zene Világnapja alkalmából rendezett városi ünnepségünkön. Igazából nem szeretem a napokra, a hetekre leszűkített odafigyelést, ma mégis úgy érzem, egy szempontból fontosak ezek az alkalmak. Fontosak, mert fókuszba állítanak egy-egy kiemelkedő eseményt, cselekvést vagy történést, egy-egy társadalmi csoportot. Az Egyesült Nemzetek Szervezete először 21 évvel ezelőtt, 1991-ben rendezte meg az Idősek Világnapját. Azóta minden év október 1-én megemlékezünk a Föld, mint egy 600 millió 60. életévét betöltött lakójáról, köztük Magyarország több mint 2 millió székkorú lakójáról. A 2011 évi adatok szerint városunkban 7207 fő 60 éven felüli a teljes állandó lakosság egyharmada. Ma az idősekre, a székkorúakra figyel az egész világ. Valóban figyelnünk kell az idősekre, hiszen ők a mi szüleink, nagyszüleink, dédszüleink, akik közül sokan ma is közöttünk élnek. Az idősek és az itt ülő székkorúak generációkon keresztül hordozták és örökítették tovább azokat a tapasztalatokat, hagyományokat, amelyek apáról fiúra szálltak. Sok kellemetlen tapasztalattól megkímélhetjük magunkat, ha figyelünk önökre, hiszen önök azok, akik végigéltek egy örömökben és küzdelmekben teli életet. Vannak közöttünk olyanok is, akik átélték a II. Világháború borzalmait, az 50-es évek félelmeit, a munkanélküliséget és a szegénységet. Önök azok, akik az időskor bölcsességével már helyre tudják tenni a dolgot. Önök még ismerik az íratlan erkölcsi törvényeket, örökségként ezt hozták a családjukból. Ezt kell továbbadniuk gyermekeik, unokáik, valamennyiük számára. Nekünk ma, még aktívan dolgozunk, az is egyik feladatunk, hogy idős embertársaink számára olyan életkörülményeket biztosítsunk, amely lehetővé teszi számukra az öregkorhoz méltó derűs életet. Ebben megkülönböztetett szerepe van a családnak, hiszen nekünk kötelességünk viszonozni mindazt, amit a szülőktől, nagyszülőktől kaptunk, a szeretetet, a törődést, a gondoskodást. Az elmúlt évben elfogadott alaptörvényünkben rögzítve van, de természetesen minden jó érzésű ember tudja törvény nélkül is, hogy a gyermek szükség esetén köteles gondoskodni a szüleiről. Gondoskodni nem csak a testi és a lelki szükségletekről kell, de a legfontosabbat, a feltétel nélküli szeretetet nem felejthetjük el. A szeretet hiányába bele lehet halni. Gondoljunk csak Victor Hugo Nyomorultak című regényének főszereplőjére, az idős Jean Valjeanra, szeretet kozetjének elvesztése olyan fájdalommal járt számára, hogy szép csöndesen örökre elhalt. Meg kell óvni szeretteinket, önöket a magánytól, a rossz gondolatoktól. Az idős emberek szervezete legyengül, hamarabb lesznek betegek. A korral járó betegségek sokukat megviselik. A törődés, ápolás, a türelmes gondozás emberpróbáló feladatát is fel kell vállalnunk, hogyha kell. Ez kötelességünk. Önök életet adtak nekünk,
felneveltek, tanítattak, sokszor erőn felül is. Most mi vagyunk a sorosak, nekünk fiatalabbaknak kell helytállni. Vannak közöttünk olyan idős emberek is, akiknek nincs, vagy távol él a családja. Ők a szűkebb közösség segítségére szorulnak. Fokozottan figyelnünk kell az egyedül élőkre, a magányosokra, ha szükséges, meg kell szerveznünk egyéni vagy intézményi ellátásokat. Ez nem lehet pénzkérdés. Az önkormányzatnak, az intézményeknek, a helyi civil társadalomnak, a rokonoknak és az ismerősöknek mindent meg kell tenni azért, hogy az idősek, célkorúak a megérdemelt pihenés éveiben megkapják mindazt a támaszt, amely megszépítheti, teljesebbé teheti napjaikat. Pontos, hogy érezzék, meghatározó részei az életünknek. Nem hagyjuk, nem hagyhatjuk magukra önöket, őket. Kedves jelenlévők! Sütő András erdélyi írónk gondolatát idézem. Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi, a világ nem vele kezdődött. A mi világunk önökkel, apáink, anyáink, nagyapáink, nagymamáink életével, munkásságával kezdődött. Önök építették számunkra azt a jelent, amelyben a mi generációnk egy újabb nemzedék jövőjét alapozhatja meg. Mindennapi munkánkon elődeik példáiból meríthetünk erőt, hitet és bátorságot. Sokan mondják az idősek közül, hogy megették már a kenyerük javát. Én úgy gondolom, megtették, amit várt tőlük a család, a város, a nemzet, és most már a jól megérdemelt pihenés éveit töltik. Aktívan és passzívan, gyengülő egészséggel, gyerekek unokák nyújtotta örömökkel, borúval, derűvel morzsolják az egyre lassúbb tempójú napokat. Sokszor látom, hogy idős nélkül bácsi kapálnak, virágot öntöznek, szorgoskodnak. Ők ezt szokták meg, a munka nekik természetes. Az idősek, sokan önök közül is, tagjai valamilyen közösségnek, nyugdíjas klubnak, olvasókörnek, kézimunkakörnek. Könyvtárba kirándulni járnak, énekelnek együtt, kipróbálják és megsütik süteményeik receptjeit, névnapokat, születésnapokat tartanak együtt, közösen. Teszik ezt egymást és maguk örömére, szórakoztatására. A nagymamák, nagypapák legfontosabb és leginkább szeretett elfoglaltsága az unokákkal való törődés, az ő gondozásuk, tanításuk. Ez az életrendje. Mint ahogy a természetben is van tavasz, nyár, ősz és tél, az ember életében is ez a folyamat megjelenik. Az időskor az élettévállás korszaka, életbölcsességgel, gazdag tapasztalatokkal van tele. Éljünk ezekkel a tapasztalatokkal, gazdagodjunk általuk. Az Isten áldását kérve kívánok önöknek további nagyon jó egészségben eltöltött, derűs, gondtalan, boldog éveket. Köszönöm neki szépen! Azt hiszem, hogy a városban nagyon sok nyugdíjas klub működik, akik most eljöttek, és ez egy nagyon szép rendezvény lesz, hiszen a zene világnapjáról is lesz szó, és az idősek világnapjáról is. Gondolom, hogy ön is nagy szeretettel jött erre a rendezvényre. Természetesen, hiszen valóban Karcagon is több mint 7260 évet betöltött korú ember él, ez bizony a lakosságnak az egyharmada, és természetesen kötelességünk velük foglalkozni, hogy mindent el is követünk, hogy az intézményrendszerünk olyan hálót biztosítson, ami óvja, védi őket. Én azt hiszem, hogy az is egy szép dolog, hogy az önkormányzat is támogatja őket, hiszen ezért már megkapta város az idős barát önkormányzat címet, és ez is jelzi azt, amit ön elmondott, hogy odafigyelnek a szép korúakra, és nem feledkeznek el az idősekről. Én azt gondolom, hogy itt is ez egy olyan rendezvény lesz, ahol unokák is, nagymamák is együtt vannak, ez is egy jó példa erre az összefogásra. Hát mindenképpen azt kell a fiatalokkal tudatosítani, hogy nekik van kötelességük most már a szüleik, nagyszüleik, esetleg dédszüleik irányába, hiszen az említett korosztály bizony igen sokat tett le az asztalra már az élete során. Sokan megéltek nagyon nehéz időszakokat is, háborút, forradalmat, elnyomást, szegénységet, stb. És hát
erejük teljében lévőknek kell most már azokról gondoskodni, akik eddig róluk gondoskodtak, és ez, hogyha itt vannak a fiatalok, gyerekek, unokák, dédunokák esetleg, akkor még jobban átérezhetik, és remélhetőleg így mindig egy folyamatosság lesz ebben a gondoskodási szándékban. Reméljük, hogy így lesz, és nagyon jó szórakozást kívánunk Önnek ezen a mai napon. Köszönöm szépen!